hangja nem változott meg? Nem, hát nem volt fátyolos? A köhög az nedves vagy száraz köhögés? Nedves. nedves. Alaposan utána kell járni a tüneteknek, hogy ki lehessen zárni a súlyosabb betegségeket, mint például a koronavírus. A fertőzés a gyermekeket sem kíméli, és bár van, aki tünetek nélkül vészeli át, ha csak kevés, de létezik náluk is súlyos eset. Ráadásul előtérbe került egy ezzel összefüggő betegség a sokszervi gyulladás, melynek lényege, hogy egy időben több szerv vagy akár az egész szervrendszer megbetegszik. Ez számos kórokozó kiválthatja, újabban pedig a Covid is okozhatja. Hála Istennek én nem találkoztam e, ilyen beteggel, e, de fel vagyunk készülve, nyitottak vagyunk, olvasunk, érdeklődünk, e, az irodalmat figyeljük, és hát a, az alapos vizsgálat és az alapos kikérdezés az sokat segít. A leginkább a nagyobb óvodás és kisiskoláskorúakat sújtó betegséget nehéz felismerni, mivel az érintett szervektől függően változatos tünet együttes produkálhat, akár a tünetmentes koronavíruson átesett gyerekeknél is. Nagyon alaposan oda kell figyelni a nagyon elesett, tartós lázas gyerekekre, akiknek haspuffadása van, kiütése van, súlyos betegbenyomását keltik, különleges nyálkahártya, szányálkahártya, mandula elváltozásaik vannak, lábfej, ödéma, lábfej, dúzzanat, kéz, dúzzanat. A sokszervi gyulladás a fertőzésen való átesés követő 3-4 héten belül alakulhat ki. Intenzív ellátás követően a specifikus fekvőbeteg küldhetik az orvosok a beteget. Azt nehéz megmondani, mikor tekinthető gyógyultnak a gyermek, akár hónapokig is tarthat az utógondozás és a felépülés. A lényeg, hogy időben kerüljenek kórházba, nemben pedig nagy a szülők felelőssége is. Az általunk megkérdezett édesanyja elmondta, próbálnak mindent megtenni négy éves kislányuk védelme érdekében. Kerüljük a tömeget, meg ugye vár a bevásárlóközpontokat, kész Tehát a higiénia az nagyon fontos nekünk, és hogy az, hogy tehát a kislányom ne kapja el. Több gyermekorvos szerint félő, hogy a vírus új mutásai akár még nagyobb számban érinthetik a gyerekeket.